fontos a híveinknek, fontos a magyar testvéreinknek, hogy azért a papjaik, a lelki vezetőjük ott maradjon, és minden pap testvérem ott van családostól, zömében családostól, és persze azok, akik nem akarnak menni, mert mégiscsak a hazánk Kárpátalja, akik nem akarják ott hagyni Kárpátalját, vagy nem tudják, olyanok is vannak, akik nem tudják, úgyhogy hozzájuk megyünk mindjárt vissza, haza. Sok minden megváltozik az ember legmélyén, más értelmet nyernek a szavak, meg mindaz, amit eddig összegyűjtöttél, érdekes mód, semmit nem ér. Tehát amikor az ember bajban van, amikor az ember életveszélyben van, akkor nem azon gondolkodik, hogy mit hagy hátra, hanem hogy hogyan tud megmenekülni, menteni az életét. Úgyhogy ez az elsődleges gondolata. Akik otthon maradnak, nyilvánvaló vállalnak sok kockázatot, és persze bíznak abban, hogy Kárpátaljára nem érnek el a harci cselekmények. Én is ebben bízom is. És ameddig otthon látják a papot, otthon látják a vezetőket, a pap családját, addig ők is biztonságban érzik magukat. Úgyhogy ezért fontos, hogy legyen, aki segítsen és vigasztalja őket. Hál' Istennek még folyamatosan vannak, akik otthon akarnak maradni, és ők velük együtt jó imádkozni. Sajnos eljön annak az ideje, amikor nem csak a menekülteknek lesz szükségük segítségre, hanem sajnos van egy ilyen érzésem, hanem az otthon maradottaknak is. Ezért is örülünk, és ezért is vagyunk boldogok, már amennyire lehetünk ilyen helyzetben, hogy a metropólia velünk együtt érez. És a segítőszolgálat jó néhány munkatársát láttam itt, tehát ők azok, akik eljuttatták ide, Tiszabecsre az adományokat, és utána pedig visszük Kárpátaljára. Nem utolsó sorban fontosak az élelmiszerek, fontosak az adományok, fontosak az olyan tartós élelmiszerek is, és olyan adományok, amiket akár egy vagy két hét múlva is fel tudunk majd használni. Senki nem volt ilyenre fölkészülve, de hál' Istennek van egy központi raktárunk, minden adományt előbb oda juttatunk el. Van egy vezetője, az élelmezés vezető, vagy ilyen raktározási vezető, Szűcs Ferenc atya, ő az, aki koordinálja, ő az, aki tudja pontosan az igényeket, mik érkeztek be, hová, mit kell elküldenünk, ki mit kért, úgyhogy igyekszünk helytállni, és minden adományt a megfelelő helyre eljutatni. Az imádságnak mindig ereje, hatalma van, és ezért kérek minden kárpátai és minden magyarországi, nem csak görögkatolikus hívőt, hogy imádkozzanak értünk és velünk is folyamatosan. Én bízom abban, hogy mindenkinek megjön az esze, elő vagy utóbbi is, és elcsendesednek a fegyverek, és az imádság győz. Bízom benne. Izabela Szuhozsová a teljes nevem. Megtudhatjuk, hogy te honnan jöttél? Nos, én felvidéki vagyok egyébként eredetileg, viszont a Debreceni Egyetemen tanulok. Ez egy önkéntes szolgálat? Igen, persze. Az egyik barátunk említette, hogy tud autót, amivel fuvarozna, és igazából így mondtuk, hogy jönnénk mi is. Sajnos több barátot nem sikerült rászedni, szóval ahogy látom, nincs itt annyira sok egyetemista, de mindenképp kéne ez a szervezés szerintem, hogy többen belekapcsolódjanak ebbe. Utazunk is vissza egyébként Debrecenbe, de hát segítünk, ahogy tudunk, szóval így pár órácskát eldolgozunk itt. Milyen feladatok vannak, mi az, amiben tudtok segíteni, és mi az, amiben mondjuk még jól jönne néhány dolgos kéz? Nos, hát nagyon változatos, nyilván sok munka van itt. Tegnap például Tiszabecsen voltam, ott szortíroztuk az adományokat, tényleg rengeteg volt belőle. Itt viszont így a kis konyhában vagyunk, itt ahol a szendvicseket készítünk, továbbá itt is ugyanúgy az adományokat válogatjuk szét, és hát nagyjából ennyit csinálunk konkrétan mi. De egyébként az emberek tolmácsolnak, útba igazítják segítségre szorulókat, és így tovább. Annyi az egész, hogy segíteni szeretnék. Nincs mögötte igazából semmi több, csak hát nyilván olyan szívszorongató, főleg így testközelből látni ezeket az embereket, mert hát nyilván mindenki tud a témáról, mindenki látja a szenvedő embereket a képernyőn keresztül, de viszont igazán teljesen más, amikor testközelből látjuk ezeket az embereket, a könnyes szemeket, kisgyerekeket. Mindenkinek ki kéne venni ebből a részét, akár csak, hogyha ilyen apróságról is van szó. Hogyha nem lennék polgármester, akkor is itt lenne a helyem. Én úgy gondolom, hogy hát nem csak azért, mert Kárpátaljával szomszédosak vagyok, hanem a kárpátai magyarság gyökerei, a múltunk egybenőtt, a vérünk ugyanaz, és én úgy gondolom, minden embernek kötelessége a bajban, de ha mondom, hangsúlyozom, nem Kárpátalja lenne, hanem éppen egy másik határ mellettileg lennénk, én akkor is úgy gondolom, minden embernek kutya kötelessége segíteni.
Általában a híradásokban mindig a máltai szeretett szolgálat jelenik meg, egy óriási szervezet, talán az egyik legnagyobb, és jó is végzik a munkájukat, örülünk, hogy itt vannak. De hát amellett minden más egyéb segítő bármennyit is tesz, az ugyanolyan fontos. A település életét abszolút nem forgatta fel. Az első napokban fogadták a rokonok, barátok, az átjövő kárpátaiakat, elhelyezték a lakásaikba, üres lakásokba, gondoskodnak róluk. Mindenki egy emberként állt a településen emellé az ügy mögé. Ezt már az elején hangsúlyoztam, hogy itt azért gyökerek is vannak, és az ország minden részéből kaptunk telefonokat, segítőket. Voltak Hévízről, voltak Pátyról, Gyömrőről, Budapestről, Miskolcról, Debrecenből, Kalocsáról, nagyon sokat meg nem is tudom, mert csak annyi volt, hogy hát jöttek, kezet fogtak, vagy köszöntek, hogy jó reggelt, este meg jó éjszakát, és még arra sorod idő, hogy annyit váltsunk, két szót, hogy hát honnan jöttek, miért segítettek itt önzetlenül egész nap, hisz feltalálták magukat, nem kellett mondani, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Ez egy nagyon jó érzés, és úgy gondolom ez az a helyiekre is még jobban hatott, hisz Beregsurányban is mindenki, aki él és mozog, a szociális intézmény dolgozói mihent leadják a műszakot, azonnal itt jelentkeznek és segítenek. Az óvoda, az önkormányzati hivatalról, ez evidens, hogy ők elsősorban rögtön itt voltak. Tehát mi nagyon örülünk annak, hát Debrecenből, az egyetemről ugye folyamatosan most már jönnek diákok, és mi is várjuk, még máshonnan is jelentkeztek Egerből is, hogy a diákok jöjjenek, igenis kapcsolódjanak bele. Ők abban a korban vannak, akiknek igenis fontos, hogy találkozzanak az emberekkel bajban. Ők biztos, hogy fel fogják a további életük folyamán tudni használni ezeket a tapasztalatokat, mind a mellett, hogy óriási segítséget jelentenek. Ezt a rengeteg adományt itt kik adták össze, amiket itt látunk, ezek honnan vannak? Hát az ország minden részéről. Nincs is olyan megye, ahonnan ne kerestek volna meg bennünket, és ami nagyon fontos, és szerintem új az adományozásban, hogy Budapestről és környékéről első perctől fogva nagyon sokan jönnek, és én ezt egy kicsit úgy értékelem, és mindenkinek a megköszönés utára is mondtam, hogy nagyon remélem, igaz, hogy soha ne történt volna meg ez a tragédia, de egy kicsit a vidék meg a város közelebb kerül egymáshoz, nagyon fontos lenne. És hogyha ez az esemény világít rá, és ez ébreszti fel úgy a vidéket, mint a várost, akkor mind a mellett, hogy segítettünk, még több pozitívummal fogunk gazdagodni. Úgy látom, hogy önt is megérintette ezt személyesen is. Megérintett, mert nem csak polgármester, hanem apa is, és már nagyapa is, és ez egy óriási tragédia, én mondtam, ez az ember tragédiája. Mi ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, és érzelmileg rettentően megviseli az embert. Az, hogy két napig nem alszik valaki, semmi gond, azt ki lehet még pihenni, de az, amit ez okoz érzelmileg, azt nem lehet kipihenni, ezt nem lehet kitörölni, ezt nem lehet helyettesíteni. Ez már végig fog mindenkit kísérni, én úgy gondolom, akinek szív van, aki érző ember. Mondok egy történetet, azt hiszem a harmadik nap történt, hogy Beregdédai család átmenekült a határon. Még ismertem is őket, mert sokat jártak át idény munkára a településre. És a melegedőbb ők voltak az első család, akik elhelyeztünk, és egy veseműtött 17 éves kisfiú jöttek meg, két kisgyerekkel a lánya. És hát még kint volt minden, tehát az acskó is fogta a fiatalember és sírt. És megkérdeztem a hölgyet, mondom, hogy hát honnan hozzátok? Azt mondja, a Beregszászi kórházba feküdt, és ki kellett lopni, mert sorkötelesnek nyilvánították. És valahogy át tudtak jönni a határon, itt megfelelő orvosi ellátáshoz készültek, és még hozzátette, hogy a férjemet meg összeszedték. Jött egy fagyis autó, kiszálltak belőle az ukrán katonák, és elvitték a frontra. Azt se tudják azóta, mi van vele. Hát én azt hiszem, hogy ettől más történet nem kell, hogy megvilágítsa mindazt a helyzetet és szomorúságot, tragédiát, amit ezek az emberek átélnek. Vas megyéből jöttem, Szombathelyről, onnan jöttünk ajándékokkal, adományokkal. Ruházati üzleteim vannak Szombathelyen, illetve egyéb programokat szervezünk, katonai programokat, és ez a baráti kör, airsoftos kör, nem tudom, hogy ez mond-e valamit önöknek, nektek, ők adták össze. Kis családom is, és a baráti köröm. Nyilván ez önnek sok út. 550 kilométer. Csak ide. Benzinköltség is, hát idő, amit nem a családjával, és nem a munkahelyén tölt. Miért? Hát ezt szerintem nem kell magyarázni. Azt kellene magyarázni, hogy miért nem.
igazából az ember látja a sok rászoruló hölgyet, gyermeket, nyilván a férfiak most még speciálisabb helyzetben vannak, családokat, és azonnal úgy gondoltam, hogy indulnom kell, pedig viszonylag sok dolgom van egyébként. Én csak az előörs vagyok, ha mondhatok ilyet, tehát folyamatosan jönnek a következő napokban Vas megyéből, Szombathelyről, lehet a vidéki városokról, hatalmas megmozdulás van, és én azért is jöttem el, hogy tájékozódjak, hogy valójában mi a helyzet, és szerettem volna, hogy direktben, nem szervezeteken keresztül, hanem ha bármilyen segítséget tudok adni, tehát most kiürül az autóm, és ad abszurdum szóltam jegyzőasszonynak, hogyha valakit Vas megyébe, vagy abba az irányba kellene elvinni, ott vannak rokonaik, vagy akik befogadják, akkor állok rendelkezésre. Amikor ez megtörtént, és meghallottuk, férjemmel már este mentünk ki a határa éjszaka, és folyamatosan néztük azt, hogy kiknek lehet segíteni. Ez csütörtök este volt éjszaka, ezt követően pedig péntek reggel már kitelepültünk a határ mellé egy melegedő sátorral, ahol reggeltől késő estig dolgoztunk, folyamatosan segítséget nyújtottunk, és ez kezdődik a legelejétől valójában, hogy megszólítottuk az embereket, megkérdeztük, hova szeretnének menni, mi a problémájuk meleg teával, kávéval, édességgel, üdítőkkel és mindenféle adománnyal segítettük őket, és hát ez, természetesen ezen kívül az úti cél, hogy van-e konkrét cél, ahova mennének, vagy pedig ha nincsen konkrét cél, akkor megtalálni nekik azt a konkrét szállás vagy utazási lehetőséget, hogy el tudjanak jutni. És ez hát innen elkezdett gyűrűződni szombat-vasárnap, és vasárnaptól pedig már olyan formában, hogy hát kezelhetetlen, nagyon-nagyon sok segítő, támogató, önzetlen segítő, támogató magánemberekkel, civilekkel, személyekkel találkoztam. A messzi távolból, akik családommal együtt, akiket soha nem ismertünk, soha nem láttuk, rengeteg telefonszám segítség, és jönnek, és egy telefonszámra bármikor ugranak szállításban, szállásban, és valójában mindenkinek csak köszönet jár érte. Mi, hogy miért csináljuk ezt? Hát emberek vagyunk, ők is emberek, és segítni kell rajtuk, mert hatalmas nagy bajban vannak. És amikor jönnek pici babákkal, gyerekekkel, kicsi bőröndökkel, ott hagyva otthonukat, szeretteiket, sokan otthon hagyják még a szeretteiket is, akkor az ember szíve szakad meg, mert hát én is szülő vagyok, anya vagyok, három gyönyörű gyermekkel. 10 gyermekes családban nőttem, hála Istennek, csodálatos családban. Mindnyájan katolikus keresztények vagyunk, és szeretünk segíteni, támogatni embereket, és az egyház szolgálatában dolgozunk, a görög katolikus egyház szolgálatában, római katolikus egyház szolgálatában, és a civil szférában is. És itt minden ember, aki körülöttünk van, itt Beregsurányban is, a lakosság részéről is mindenki tényleg egy szívvel, lélekkel, szeretettel segíteni akar, és mi soha nem akarunk sehol megjelenni. Most itt megbeszéltük igazából, hogy csak mondok néhány szót önöknek, de azonban mi szeretünk mindig háttérbe maradni, és tényleg bárki oda jött, nagyon sok fotós médiást küldtem el, határ mellett is, mert azt mondtam, hogy itt nem erre van most jelenleg szükség, hanem ezeknek az embereknek a segítségnyújtás az első a nagy bajban. És hatalmas barátságok születnek, és úgy élünk itt egymás mellett ismeretlenül is, hogy ismerjük egymást, megöleljük egymást, és jó szót szólunk egymáshoz is a segítők. És azokhoz az emberekhez, akik ide bejönnek, és konténerekben, művelődési házban, iskolában helyezzük el őket, azokat is ugyanilyen szeretettel látják el az itteni segítőink, akik ugyanúgy nappal dolgoznak, és mellette éjszaka is szolgálnak. Ezen felül pedig hát még nagyon sok munkát végzünk, de ez nagyon hosszú lenne elmondani. Én azt gondolom, hogy ide el kell jönni mindenkinek, egy picit itt el kell tölteni, ha csak egy órát tölt el, és egy pici morzsát tapasztal abból, ami itt zajlik, de egy picivel még többet tölt el, és látja az arcokat, megrendül a szív, de hogyha ő segít, akkor megmelegszik a szív, és csak egy autóval tudtunk elküldni egy családot szállásra, arra a célhelyre, ahol el szeretett volna jutni, fölnéztünk az égre, nagyon sok ember beszéltem,
és boldog volt, és szaladtunk egymáshoz, és ezt is sikerült megoldanunk, és milyen jó. Háború van, igen, háború van, nekünk segítenünk kell, nagy baj van, de mégis csodát lehet művelni, de mindez csak Jóisten segítségével, és imádkoznunk kell békéért, hogy minél hamarabb záruljon ez le, és tényleg mindenki békében és nyugalomban legyen. A Szent Márta Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ intézményében vagyunk itt Fehérgyarmaton, és itt alakítottuk ki a férőhelyet a menekültek befogadására. Eddig szombattól kezdődően edáig 19 embernek segítettünk, akik vagy egy, vagy kettő éjszakát töltöttek az intézményünkben, és most várunk 9 főt, most fog érkezni a kisbusz, és 9 fő érkezik még ide. A munkatársainkkal együtt szombat reggeltől veszünk részt ebben a segítségnyújtásban. Minden nap 400 szendvicset készítünk, és visszük ki Tiszabecsre a határátkelőhöz, ahol éppen szükség van rá, osztogattuk, és vagy Magyar Márton atyáinknak adtuk oda, és ők továbbították a rászorulók részére. Valamint adománygyűjtéssel is foglalkoztunk, nagyon sok adományt kaptunk már, amit szintén a rászorulóknak osztottunk folyamatosan, és most is onnan érkeztem Tiszabecsről, kivittük most is, és nagyon örültek neki, mert éppen már elfogyott a szendvics, és nagy örömmel vették, hogy éppen akkor érkeztünk, és tudták továbbosztani az átkelőknek. Nagyon sajnáljuk azokat az embereket, akik most elhagyni kényszerülnek a hazájukat, és mindenképpen nem nézzük azt, hogy hajnalba jövünk, én is jövök hajnalba, késő estig itt vagyunk, a munkatársaim ugyanúgy nagyon jó tapasztalat szombaton, amikor megkaptuk ezt a feladatot, a munkatársaimmal van egy közös messenger csoportunk, és beírtam, hogy ha tud valaki jönni segíteni, szendvicseket kellene készíteni, én Rozsályban élek, onnan körülbelül egy 20 perc még beérek, de mire beértem, már körülbelül 60-an vártak itt az intézmény előtt, jöttek a munkatársak, és azóta is minden nap, vasárnap is itt voltak, és folyamatosan jönnek, és ők is érzik, hogy milyen fontos ez a segítség. A csütörtök reggel volt, emlékszem 6 órakor felkeltünk, mert kellett a gyerekeket készíteni az iskolába, és hát csak ránéztem a telefonomra, hogy felébredtünk, hogy 6 óra, megcsörrent a telefon, és hát hirtelen felnyomott a Facebook, és akkor egy Amerikába kivándorolt paptestvér, aki az amerikai görögkatolikus egyházba szolgál, kiírta, hogy war. És megijedtünk, milyen war? Erről még tegnap nem volt szó, nem így feküdtünk le. És akkor hirtelen elkezdtem az információkat begyűjteni, és láttuk, hogy tényleg itt baj van, elkezdődött a baj. Nem is tudtuk, hogy mit tegyünk. Ugye az első pillanatokban egy hatalmas pánik hangulat vett úrrá a helyi lakosságon. A benzinkutakon 50-100 kocsikból álló sorok alakultak ki, hogy mindenki üzemanyagot készletezzem, úgy gondoltuk, hogy ez lesz az első, ami el fog fogyni. Hál' Istennek még van üzemanyag, igaz, korlátozó van ennek a beszerzése, de emlékszem, egy ködös reggel volt. De ez az egész helyzet ilyen ködös volt. Az első két nap ilyen ködös. Nem értettük, hogy most mi történik, mi a feladatunk, mit kell tennünk. És amikor megérkeztek az első menekültek, anyák, pici gyermekekkel, akik sírtak, és nem volt hol megmelegedniük, akkor a helyi lakosság egy jelentős része látta azt, hogy itt tenni kell valamit. Ők is bajban vannak, tehát mi is bajban vagyunk, de mégis azt láttuk, hogy ezen fölül kell emelkedni, és hát elkezdtünk tenni. És egy helyi vállalkozó kezdte az egészet, például Kisszelmencen, ahol én vagyok, aki kinyitotta az üzlethelyiségét, és oda beengedte legalább egy kicsit megmelegedni az odaérkező menekülteket, és akkor utána még görögkatolikusok voltunk az elsők, kiosztuk a teját, elkezdtünk neki teát főzni az éjszaka közepén, adhok módon, ahogy csak bírtuk, és akkor utána ebből a pici csodából hatalmas nagy csoda született, mert ahol a legkoncentráltabban vagyunk jelen görögkatolikusok, az a tiszaújlaki
határátkelő, hisz ott nagyon sok parókia veszi körbe a határátkelőt, tehát ott is nagyon aktívak lettek az önkénteseink. Meg a többi határátkelőn is próbálnak besegíteni. Kisszelmenc a másik ilyen pont, ahol szintén olyan jó, hogy a másik oldalon lévő, a szlovák oldalon lévő magyar-görög katolikusok segítenek az ukrán oldalon lévő magyar-görög katolikusoknak, magyaroknak segíteni ellátni az ukrán menekülteket, akik Ukrajnába, Szlovákiába menekülnek. Ez a népek vándorlásait, és büszke ők a hívek hozzáállására. Jelen pillanatban Barabáson vagyunk, egy ilyen gyűjtőponton, ahol az ideérkező adományokat próbálják elosztani mindenkinek a szükségletei szerint, és hát én most Kárpátaljáról érkeztem. Lassan-lassan lehetőség nyílik arra, hogy Kárpátaljára is kijuttassunk adományokat, ezt kihasználva próbálunk minden olyan ellátáshoz szükséges eszközt, élelmiszert beszerezni, amivel azokat a menekülteket, akik hozzánk érkeznek, a borzalom elől őket el tudjuk látni elsősorban. Hisz most már elérkezett az az idő, amikor azok a menekültek jönnek, akik igazán a bombatámadások elől kezdtek el menekülni, sokan szinte semmi nélkül. 4-5 napi kalandos út után érkeznek meg, és semmit nem ettek, semmit nem ittak, és ezek után még hosszú várakozás vár rájuk ahhoz, hogy átjussanak a magyar határon. Nekik próbálunk segítséget nyújtani, egyrészt azzal, hogy váltásban a többi egyházzal, jótékonysági szervezetekkel együttműködve próbáljuk őket segíteni. Igazából minden határ átkelő helyen vannak jelen önkéntesek, akik próbálják ezt az ellátást biztosítani. Vannak olyan helyek, ahol jobb minőségben van, ahol kevesebb lehetőséggel. Ez az elsődleges feladat, amit el kell végeznünk most. És ugyanakkor érkeznek a görögkatolikus intézményeinkbe is menekültek, akiket már helyben kell ellátnunk. Az első időkben ezek általában olyanok voltak, akik hosszú út után kicsit megpihentek, és aztán indultak neki a határnak, de most már lassan-lassan érkeznek olyanok is, akiket hosszú távon kell ellátnunk, úgyhogy az ukrajnai lehetőségek egyre csökkennek, tehát egyre nehezebb lesz az élelmiszereknek a beszerzése, a tisztálkodási szereknek a beszerzése, és most azon vagyunk, hogy készleteket halmozzunk fel, készleteket gyűjtsünk össze lehetőség szerint, hogyha nehezebb idők jönnek. Kárpátaljáról sem jött át mindenki a magyarok közül, különösen az idősek maradtak otthon, még vannak készleteik, de ezek nagyon hamar el fognak fogyni. Úgyhogy nagyon nagy szükség van arra, hogy minél több tartós élelmiszert juttassunk ki Kárpátaljára. Az ukrán hatóságok kezdetben akadékoskodtak az adományok kijutatásával, próbáltak egy háborús helyzetben jogállamként működni, de látták ők is, hogy ez a helyzet tarthatatlan, úgyhogy igyekeznek minimálisan leegyszerűsíteni a vámügyintézést, és hát reméljük, hogy Ukrajna is belátja azt, hogy ha az Európai Unió tagja szeretne lenni, mert ugye most kérelmezte a soron kívüli csatlakozását, az azzal kezdődik, hogy Ukrajna eltörli a vámolást. Attól félünk, hogy azok az adományok, amelyek központilag kerülnek át Ukrajnában, azok nem lesznek elegendőek az egész országnak az ellátására. Tehát hiába fog biztos nagyon nagy számú segélyszállítmány érkezni, nem biztos, hogy elég lesz. És most, amit a magyar nemzet meg tud tenni, az, hogy legalább a kintreket magyaroknak és ukránoknak a határ mellett maradtaknak próbál segíteni, hogy mi segítsük azokat, akik talán tőlünk is rászorultabbak. Tehát ehhez szükségünk van arra, hogy minél nagyobb mennyiségű tartós élelmiszert halmozzanak fel a határátkelők mentén, hogy ezt könnyen, operatívan tudjuk átjuttatni, és otthon egyrészt elosztani, másrészt készletezni, hogyha jön a baj, akkor legalább nem érjen bennünket ennyire meglepetésként, mint az elmúlt csütörtök reggel. Minden görögkatolikus atya a helyén van. Senki nem menekült el. Nekünk a papi eskünk ahhoz az egyházmegyéhez, ahhoz az egyházhoz szól, ahol a papszentelést elnyertük. És mindenki helyt áll. Kicsit úgy érzem most ezt a helyzetet, mint annak idején, amikor a kommunizmus idején üldözésbe került a görögkatolikus egyház. Lehetősége lett volna akkor is talán sok atyának menekülni, de nem menekültek.
mi sem menekülünk. Lehet, hogy eljön az az idő, amikor már az életünk lesz veszélyben, a családjainknak az élete lesz veszélyben, hogy el kell indulni, de bízunk benne, hogy a Jóisten ettől megment. Amíg kitarthatunk, amíg van kiért szolgálnunk, addig szolgálunk. Ennek az egész szituációnak a megelőző pillanata az a húshagyó vasárnapi evangélium volt, amelyben Krisztus arról beszélt, hogy milyen is lesz a végítélet. Arról beszélt, hogy milyen lesz a sorsunk akkor, amikor ennek az egész történelemnek vége, amikor már nem lesznek háborúk, amikor már nem lesz szenvedés, amikor már az Isten igazságot tesz. Nem az alapján fog ítéletet tartani, hogy valaki magyar, ukrán, vagy orosz, vagy cigány, hanem az alapján fog ítéletet tenni, hogy mennyire ismerte meg a másik emberben Krisztust. Éhes voltam, ennem adtatok. Szomjas voltam, innom adtatok. Bezítelen voltam, befödöztetek. Jövevény voltam, befogadtatok. És akkor éreztük, hogy hát ez az evangélium itt megvalósul. Tehát most valósul meg az evangélium. És szinte egy emberként a híveink többsége odaállt, az ott maradottak, akik nem menekültek el, és segítik azokat, akik a határon próbálnak átmenni, átjutni. Hát ez egy csoda, tehát ott van Krisztus. Ott van Krisztus. Annak ellenére, hogy sok szenvedés, sok sírás, sok gyötrelem az, ami körülveszi a mindennapjainkat, ott van Krisztus.